Szerbusztok, kedves embertársaim, én Oszkár vagyok, és ez itt a Cliff Barkers Undying végigjátszásomnak a tizedik része, amiben nagy valószínűséggel Lisbeth kisasszonnyal fogunk megütközni nem sokára, és azt garantálom nektek, hogy emlékezetes lesz. Hát, ja. Alright. Ezt fel kellett venni, és itt most ilyen mindegyik zárva van. Most azt hiszem minden irányból fognak jönni ezek a kis kutyák, kutyaszerű lények. Így ösztönösen hátra csaptam. Mondom én, hogy ez egy nagyon erős fegyver. Igen, így lehet csak megszökni innen. De végtelenségig jöttek volna. Ó, ez is golyszli, meg foszforos töltény, nagyszerű. Úgy látszik, hogy ez is golyók, azok már tele vagyok vele. Nézzük csak, mi ez a kép itt. Egy szűz, plusz valami boszorkány. Erre kell tovább menni, úgy látszik. De várj, nem erre akarok menni, várj, töltsük csak vissza. Na mindegy, kibírjuk ezt még egyszer. Gyerünk, gyertek! Na. Come on, bitches! I'm gonna tear you up. Jó, erősök azt, de mondjuk egy ilyen hatalmas nagy vas rácsot azért nem bírok szétverni vele. Ennyi. Ennyit kellett tenni. És azon gondolkodtam, hogy használjak ehhez is golyót, de hát nincs olyan nagy különbség amúgy. Mármint, hogyha ezek ellen használom. Ah, anyádat. Nyomi, nyomi. Hát egy pici életerőt azért adtál, nem mindegy. Majd a következő áldozatomból szívom. Szerencsére olyan következmény nincs játékon belül, hogy ha túl sokat használsz mondjuk ezt a kaszát, akkor ténylegesen gonoszabbá válik a karakter, és mit tudom én, rossz befejezése lesz az egésznek. Szóval mondjuk csatlakoznánk ugye a gonosz erőihez. Nem akarok túl sokat spoilerezni. Már érdekes lenne egyébként egy ilyen fordulat. Na, a Lisbeth kisasszony. Jó egy kasza. Let's see how strong you really are. Come to me, Irishman. Lássuk, milyen erős is vagy valójában. Gyere, gyere hozzám, ír ember. Hát igen, itt most ez egy beugratás, most töltök szerintem vissza egy kis életerőt. Most ki fog nyílni alattam a padló, és itt ezt nem nagyon tudom egyébként máshogy megcsinálni. Amikor egy speedrunt néztem erről a játékról, akkor ő valahogy meg tudta csinálni azt, hogy átugrott oldalt. De hát én nem tudtam megcsinálni. Úgyhogy most be fogunk esni a katakombákba, ami nem egy kellemes hely, úgyhogy már fel is készülök. Hogy lehet, mégis meg tudom csinálni. Meg tudtam csinálni. Na így néz ki Lisbethnek a modellje. Hát igen. A pixelektől nem kimondottan éles a grafikája neki. Na mindegy. Jól van. De vissza meg már nem lehet menni, mi? De lehet, jól van. Jaj. Na, így ki. Ez az. Oké. Okay. Au. Igen, ajajaj.
Ajajaj van. Menekülés van. Gyorsan váltom a varázslataimat. Itt nem célszerű leállni. Mert itt elég hamar széttépnek. Ez is zsákutca. Zsákos Frodo utca. Jól viccelődök, mint egy ilyen horror játék közben. De azt bírom, a Evil Within végigjátszásomnak az első részében is, amit nem tudom még, hogy fogok-e folytatni, valószínűleg fogok. Ott is elhülyéskedtem a dolgokat, szóval egy ilyen nagyon komoly, véres horror játék, és akkor mondhatni, hogy majdnem röhögtem benne. Hát úgy látszik, én már csak ilyen vagyok. Na, itt van, kijutottunk! Igen, és oda, mielőtt elmegyünk abba az irányba. Bizony, hogy érdemes. Anyádat! Na, elég lesz már. Hagyd abba a kasza. Gyerünk, kaszaboljál! Kaszaboljál még! A túloldalon szerintem biztos, hogy van valami érdekesség. Első nekifutásra itt sem néztem körbe egyáltalán. Gondolom lehet, hogy hogy fostam ezen a helyen. Úgy fostam, mint még soha. Még én a Doom 1-től is fostam annó. Még hát igaz, akkor még kicsi voltam. Akkor még nagyon kicsi voltam. Volt egy rész benne, amit mindig apukám vitt végig, mert féltem benne. Pedig egy olyan szörny volt, amit vagy százat megöltem már előtte, de volt egy ilyen tekervényes hely, útvesztőszerű. És ott valamiért féltem. És így kb. Egy 5 másodperc alatt át lehetett menni rajta, de apa ezt vidd át te. Hát ez van. Most meg már a legdurvább horror játéktól sem tudok félni. Molotovka. Ujj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 
rátok a kavicsra. Nincs itt már semmi más szerintem. Ugye? Nem hagytam én itt ki semmit. Jó, akkor menjünk tovább. Halottaknak a csontjain gázolok itt árdal fele. Mi ez a furcsa éneklés? Na itt csinálok egy nagy mentés, mert itt ez most a fő ellenség harcjon egyébként, gyerekek, ami emlékezetes lesz. Hát is gondolom, hogy hogyan kéne ezt jól megoldani, hát kasza. Egyértelműen kasza, plusz... feltámasztás? Igen. Lisbeth, you have no idea what you've turned into. Why are you haunting your family so? I know what I am. I seek vengeance. I was cheated by Jeremiah, and he will die to finish what was begun. You have awoken the past, but you don't know how to stop it. I will rend your bones and serve you to my pet. I know what I am. I seek vengeance. Is cheated by Jeremiah, and he will die to finish what was begun. You have awoken the past. You don't know how to stop it. Ennyit a beszélgetésről Lisbethtel. Nos, itt ugye tudni kell róla, hogy meg kell őt gyengíteni, mielőtt ki tudnám végezni a kaszával. Lisbeth követése közben ráakadtam a Covenant családanyára, Evelynre. A hullája ott állt egy ebédlőasztal mellett, mely az övéké lehetett.
miközben visszhangzó gyermekkori altató dalokat dúdolgatott. Amint megérintettem a karját, a teste élettelenül omlott a székre. Mintha csak érzékelni az anyját, Lisbeth belépett a terembe, és rám rivalt a betolakodóra, amiért beavatkoztam. Még mindig nem tudom, miféle átok érte a barátom családját, mégis ott érzem mindenhol. Igen, ezeket érdemes kivégezni. Lisbeth most szerencsére nem követ minket. Na. Valamiért ide nem tud. Mi ez a könyv? Olvasuk csak a fő ellenség harc közben itt olvasgatok. Valakinek meg kell őket állítani. Először azt hittem, hogy ezek a rituálék csak a hitünk kiterjesztései, egyfajta dicsőség nyilvánítás az alkotónk felé. De hallani, ahogy egy tiszta szűzlány sikoltozzik, kegyelemért könyörögve. Ez nem lehet olyasmi, amit az Úr elvár a követőitől. Félek, hogy néhány testvér megutált engem, mivel amikor beléptem a terembe, nagy csend lett, és sokan levették rólam a tekintetüket. Hogy hagyhatja az apát, hogy itt ilyesmi történhessen meg vég nélkül? Egyáltalán tud erről? Nagyon aggódom emiatt, mégis félek attól, hogyha visszamegyek a kolostorba beszélni az apáttal, esetleg a jövőben én leszek az az egyik következő bolond, aki megpróbál megszökni innen, a rend örök hűségese, Lauren testvér. ott van Lisbeth kisasszony. Igen, hát ügyesnek kell lenni. Aztán van úgy, hogy bevadul, és akkor hirtelen nagyon begyorsul. Na például most. Na ilyenkor jobb elkerülni. Na és akkor most. Hát igen, a szörnyű pillanat bekövetkezett. Őt egyébként nem lehet feltámasztani. Gondolom ezt kitaláltatok, hát főgonoszt azt nem lehet, de hát nem is lenne különösebben értelme. A fejét azt egyébként automatikusan felszedtük. Jó kis küzdelem volt. Ennél csak durvábbak lesznek. Na. Kicsit nézzünk körbe-körbe. Igen, megszűnt a veszély. Egyébként ezek az üvöltők azt hiszem, hogy most már sokkal ritkábban fognak jönni, sőt lehet, hogy most már nem is, hogy megöltük Lisbethet. Viszont jönnek más teremtmények. Gyorsaság. Ez egy nagyon jó varázslat lesz, gyerekek. Fú, ezt rengeteget fogom használni. Közben láthatjuk Evelynnek a hulláját, amint valamit csinál. Még az utolsó cselekedetét megteszi, hogy segítsen nekünk. Ugyanis nála van a kapunak a kulcsa, az ajtónak a kulcsa, ami kivezet innen. Igen, ennyi volt. Kinyif. Egy csodálatos hatású varázslat. Használatakor egy meghatározott gyorsaságot és robbanékonyságot ad, olyat, mint amilyen a Serengetin nyargaló nagymacskáknak van. Azt hiszem, ez a varázslat nélkülözhetetlennek bizonyulhat egyes akadályok leküzdésében, vagy amikor esetleg meg kell hátrálni egy ellenség elől. Patrick, ezt jól gondolod. És ez vaj, ez melyik? A F. F-re állítottam, és ezt... Ezt turbózom felfele, mint a disznó. Várjál.
Igen, ez a maximum. Hát ez, gyerekek, ez nagyon durva. Figyelj. Tehát jobban látok több vele. Sokkal gyorsabban mozgok. És még a manáim is gyorsabban töltődnek vissza. Hoppá, nem ezt akartam. Szóval annyira gyors, hogy még hogyha a kasza van nálad, akkor sem okoz gondot a mana. Pillanatok alatt visszatöltődik. Legjobb varázslat. Na jó. Watch this! My pets to him I call you! Break his bones and claw his eyes clean! How dare you! I will gnash your heart between my teeth and drink deeply! The ritual will be complete! The king will arise and the very world will tremble! You were saying? Van humorérzéke is Patricknek. Megtettem, amit meg kellett tennem. Megküzdöttem Lisbettel, és csak hajszál hián úsztam megélve. Még holtában is kísértett engem, amint a levágott fejet vittem a sziklához, démoni nyelvével, még mindig átkokat szórt rám, miközben a saját végzetét kicsinyelte. Azt mondta, hogy nem állíthatom meg, ami már elkezdődött, hogy a család majd újra egyesül, és ismét királyság fog támadni belőle. Nem tudom elfogadni, hogy az erőfeszítései hiába valók lennének. Tartozom Jeremiahnak, vagy Jeremiásnak az életemben. Megteszem, amit meg kell tennem. Hát igen, sötét titkok fognak itt még majd a felszínre törni. De az biztos, hogy a Lisbettet kivégeztük. Csinálok is itt egy nagy mentést. És bizony nem a legveszélytelenebb régió ez itt, gyerekek. Csinálok is itt egy mentést, itt át kell ugrani. Ez az. Igen, itt a varázslat nélkül nem tudnánk mit kezdeni. Ez az. Jaj, ne! Ez az. Mászunk felfele. A csónakunkhoz vissza kell valahogy jutni. De meg hát ugye a támadásunk is gyorsabb, azt nem is mondtam talán. Tehát, ez nagyon jó ez a varázslat, gyerekek. A legjobb. Na, erre tartogattam a köveket. Igen. És még mindig van, azt hiszem, egy darab kövünk, ugye? Varázserősítő 3! Hó, hát akkor aztán... szuperül fel tudjuk. Ja. Ideje visszamenni ugye a fő területre, ugye a kastélyhoz. Oh yeah! Nos, megérkeztünk. És itt most merre is kell menni, vajon? Igen, ez zárva van. Ellenőrizni kell mindig az ajtókat. Stuck. Need a key. Ha? Huh? Something was watching me. What? Outside, in the shrubbery. All I know is Jeremiah isn't paying me enough for this. I'm leaving. Azt mondja, hogy valami figyelte őt. Jeremiás nem fizet elég jól neki ahhoz, hogy itt maradjon. És ezért távozik. Hát igen. Bizony, itt ilyen bérgyilkosok jönnek most ránk. Úgyhogy gyorsnak kell lenni. Szó szerint. Ilyen mátrixos sebességem van. Neo is megirigyelni. Ha,
Yes. A sötét erő. Ez egy flawless victory volt, hibátlan győzelem. Na, itt van egy kis lőszer. Kulcs. Konyha kulcs, igen, meg egy szöveg. Trandy testvéreim. Az idegent meg kell állítani, vigyázat, nem kezdő az illető. Hát igen, jablád végigjátszás meg ilyenek. Emlékezzetek a keleti mester tanácsára. Mert az a tábornok számít gyakorlottnak a támadásban, akinek az ellenfele nem tudja, mi ellen kell védekeznie. És az gyakorlott a védelemben, akinek az ellenfele nem tudja, mit kell támadnia. Ha az idegen halott, térjetek vissza hozzám a kalózok öbléhez. Ambrose. Ugye Ambrose-nak a szinkron hangja egyébként Cliff Barker. Ezt már mondtam, de gondoltam megemlítem még egyszer. Oh my god. Szóval a kalózok öbléhez kell most elmenni. De mielőtt még arra mennék, szépen megnézzük, várjál csak. De nem lehet átugrani? Nem. Ugyanis itt azt hiszem lesz még egy kő. Igen, azért jó ez a varázslat, mert most a látásvarázslatot azt tulajdonképpen elfelejthetjük, mert így növeli a gammát ez a mágia. Igen, oda le lehet úszni. Igen, hát az úszás sebességét azt nem növeli ez a varázslat, de nem baj. Ja, nem növeli egyáltalán. Még jó mélyre leúszik. De ilyen mélyre nem tudtam még a tengerben se, persze igaz, hogy ott csak ilyen 3, 4 vagy 5 méter mélység volt engedélyezett, ahol mi voltunk. Ilyen 3 méternél mélyebbre nem úsztam még le soha, de már ott éreztem mindig a dobhártyámat, hogy ott a nyomás azért ott már van. Meg hát az a csend. Tehát az ilyen nagyon érdekes, hogy leúsztam, és hát úgy éreztem, hogy tehát elvileg a víz alatt jobban kéne, hogy halljon az ember, de mégsem hallottam jobban. Láttam a halakat, ott úszkáltak körülöttem, aztán persze jöttem fel, mert hogyha ott elfogy a levegőd, akkor annyi, 3-4 méter mélyen. Na, kisasszony. What's inside the building? The old greenhouse, you mean? No one's been in there for ages. When Bethany was young, she used to be quite the gardener. Aha. Ez itt a növényház. Amikor még régebben Bethany gyakran járt ide. Ugye Bethany az egyik testvér, az idősebbik nővér. Igen, itt foszforos lőszer. Na megnézzük, hogy a foszforos puskantyú golyók azok mennyivel hatásosabbak ezek ellen a lények ellen. Úgy látom, hogy elég jó. Akkor ezt fogom használni. Ezeket érdemes kilőni, mert egyrészt ilyen megmérgezik azt hiszem a játékost. Ja, úgy látszik, hogy inkább csak közelről jó ez. Na, akkor a pisztolykámat előveszem. Igen, hát majd jó lesz, hogyha lesz olyan támadó mágiám, ami már nem csak az a éteri kicsapódás, hanem a koponya viharna, az egy jó varázslat lesz. Első végigjátszásnál nem nagyon használtam, de aztán később rájöttem, hogy igencsak jó mágiáról van szó. Igen, és ott van egy olyan cucc, amit majd mindjárt fel tudok szedni, csak még ezt majd hozzávágom. Molotov koktélt azt úgyse nagyon használom. Használok. Oh yeah! 10 manával több? Mennyi shotgun lőszer.
Ah, teli találat. Van-e itt valami? Egy levél. Végül megtettem. Elhallgattattam Áront. Többé már nem fog ócsárolni vagy beleavatkozni a kutatásaimba. Ezáltal nagy tehertől szabadultam meg, és végre lehetővé vált, hogy nyugalomban folytassam a tanulmányaimat ősi otthonunkról. Emlékeztetőül megtartottam a kedves bátyám állkapcsát. Az volt a forrása az állandó gúnyolódásának, mely már soha nem fog kötekedni velem. A felettem való befolyása ezennel megtört. Sajnos azt hiszem, valamire nem érzett rá. Az a bolond annyira mélyen bele volt süppedve a saját... mi? Bódulatába, hogy kétségtelenül csak valamilyen álomnak gondolt engem. Úgy tűnik, én vagyok az utolsó Covenant. Mióta Áron nem háborgat engem, és ami azt illeti magát sem, teljesen egyedül maradtam. Jeremiás nem hallatott magáról, mióta elment a háborúba. Jobb is így. Most már képes vagyok befejezni azt, ami olyan sok évvel ezelőtt a szigeten elkezdődött. Több mint 20 évbe került, hogy el tudjam fogadni, amit akkor tettünk. Én vagyok az egyetlen, aki befejezheti a munkát, és magáévá teheti ennek a családnak az örökségét, Bethany. Hát igen, szegény Áron. Eléggé rossz sorsa lett neki. Igen, ez lelassít egy kicsit, hogyha eltalálnak. Na jó, mehetünk akkor innen, ennyi volt. What the fuck? Nem tudom, ebből mennyi energiát tudok kinyerni. Nem sokat. Jó, akkor marad a gyógyítás. Plusz a gyorsaság. Ja, marad a gyorsaság. Na még egyet. Úgyis van annyi gyógyító cuccunk, mennyi van? Pff, 55. Igazán belefér. Egyébként, hogyha megölném most ezt a szolgát, akkor vége lenne a játéknak. Nem tudom, ennek mi értelme van. Petrik nem szereti a gonosz cselekedeteket. Csak a pisztolylőszert, azt vegyük csak fel. Na most nem tudom, hogy lehet erre kell tovább menni amúgy. Ja, Bethany's Gate, igen. De valószínűleg vissza kell menni. Ja, emlékszem már. Vissza kell menni ide a konyhába. Már csak kíváncsi vagyok, hogy megnézem még egyszer ezt. Meg ezt. Nem. Erre kell menni. A konyha kulcsa. Bizony, bizony, bizony. Ide mindig be lehet jönni egy egészségcsomagért, amúgy. Igen, ide már nem, ezt már bezárták. Rémisztő helyiség volt az. Igen, látjátok azt? Ilyen szellemek járnak most errefelé, és a konyhakéseket, meg a tányérokat így hozzám vágják. Gusztustalan egy dolog, mi? Na, történik-e valami? Látszik, hogy erre már nem gondoltak a fejlesztők. Úgy látszik, erre kell tovább menni. Na várjál, azért még körülnézek egy picit. Azt nézzed csak, mi van ott? De hát gondolom sejtitek, hogy mi fog következni, bekövetkezni, hogyha ezt felveszem. Pontosan az. Szóval gyorsnak kell lenni.
Szerencsére hihetetlenül gyors vagyok. És hát persze, hogyha a kővel aktiválom be ezt a varázslatot, akkor még ennél is durvább vagyok. Hopp! Jajjaj! Oké, elfogytak a berendezési tárgyak, most már nyugodt lehetek. Na, szóval... Azért mentek ilyen gyakran, mert nehogy olyan helyre menjek tovább. Ahol még nem akarok. I've seen strange men prowling the grounds. I don't know where they're coming from. Fú, átjött rajtam. Igen, szóval, hogy furcsa embereket látott odalent. És nem tudja, hogy ezek honnan jönnek. Lejárt az időnk, gyerekek, de itt meg akarok nézni valamit. Igen, ide bejön ebbe a szobába, és ott leül. Elég unalmas lehet itt neki ebben az üres szobában. Jammed. Igen, szóval erre lehet tovább menni, és menjünk is erre tovább most. Mert azt tudom, hogy itt lesz egy érdekesség. Még gyorsan fel akarok szedni, mielőtt leállítom a felvételt. Jó, ez a kasza mi? Lehet vele kaszabolni. Nagyon durva. Vaj, hogyha erre felmászok, akkor itt van valami. Nem. Hoppá! Valaki lő rám. Na jó, ennyit a pisztoly technikáimról. Aha, ott egy kő. Ezért érdemes volt ide eljönni. Wow, még dinamitot is szereztünk, nagyszerű. Azt hiszem, hogy itt más nincs. Na. Lehetünk visszafele. Még ebbe az irányba el akarok nézni. Ja igen, itt már voltunk. Ja. Na, akkor mehetünk tovább. Konkrétan ebbe az irányba kell majd tovább menni, akkor itt csinálok is egy nagy mentést. Meg egy picit. És akkor innen fogjuk folytatni, gyerekek. Jó rész volt, tetszett. Ez volt a 10. része az Undying végigjátszásomra, kedves testvéreim. Hogyha tetszett a videó, akkor légy lájkoljátok, osszátok meg Facebookon, Twitteren, iratkozzatok fel a csatornámra is. És várlak benneteket szeretettel a következő részben. Oszkár voltam, sziasztok!